Szó volt itt a védikus megközelítésről, szó volt arról, hogy millió szám léteznek fajok, amelyek ugye nem alakulnak egymásba, szóval akkor ezek az életformák, ezek valamilyen rendszer szerint megtervezettek, de akkor mi ezeknek a célja? Igen, hát ahogy hallhatták, nekem a másik végzettségem az antropológia mellett teológia, szóval érdekel abból a szemszögből is, melyik kultúrába, melyik civilizációba mit mondanak az élővilág eredetéről, vagy a céljáról, miért létezik az egész. Az ősi indiai írásoknak a megközelítése az, hogy igen, a fajok adottak, a fajok léteznek. És ugyanakkor azt mondják, hogy az élet nem csak ennyi. Az élet igazán nem biológiai alapú, nem anyagi, hanem egy transzcendens, egy anyagtalan lélek szikra ad tudatot, kölcsönöz tudatot a testnek. És azt mondják, hogy igazán az vagyunk mi, az az élőlény, ez a tudatos lélek szikra. És ez elég köztudott, hogy az indiai felfogás a lélekvándorlást hirdeti, hogy ezek a lélek szikrák, amelyek éltetik a testeket, amikor kiköltöznek egy testből, mondjuk úgy, hogy a test meghal, vagy mint amikor egy kesztyű bábból kihúzzuk a kesztyűt, akkor a báb már nem él tovább, de a kéz az tovább mozog. Szóval a lélek az folytatja a létét, de akkor egy másik kesztyű bábot kezd el használni, egy másik formát. Szóval a védák szerint a lélek egy ilyen lelki evolúción megy keresztül. Szóval úgy eljut az emberi testig. Szóval ez a funkciója a fajoknak, a védák szerint. Szóval van egyrészt az ökológiai funkció, hogy egyik a másikon él. Így működik a természet, hogy megeszik egymást, vagy segítik egymást, mikor, hogy. De a másik funkció, ami a függöny mögött zajlik, az anyag függönye mögött zajlik, hogy a lelkek mennek egyre magasabbra és magasabbra, addig, amíg ellenmérik az emberi létformát. És az embert nagyon különleges lénynek tekinti a védikus irodalom is. Mi is különlegesnek tekintjük, mert más fajok nem hoznak létre civilizációkat, nincsen olyan nyelvük, mint az embernek. De a védák azt mondják, hogy a legkülönlegesebb és legértékesebb tulajdonság az embernek igazán, hogy filozófikus, hogy tud kérdezni, hogy keresi az élet célját. Szóval itt már annyira nyitott a léleknek az értelme, és az intellektuális kapacitása annyira megnő, hogy tud keresni, hogy ki vagyok én, mi az élet célja, mi van az anyagi világon túl, honnan jöttünk, hová megyünk, mi ez az egész játék, amiben benne vagyunk, mi a végső cél. És a védák kínálnak erre egy választ is, azt mondják, hogy mi mint lelkek eredetileg egy magasabb rendű világnak a lakói vagyunk. Örök lelki formával rendelkezünk, teljes tudással, boldogsággal és örök léttel, de valahogy kíváncsiságból, irigységből, valahogy eljövünk ebbe az anyagi világba, és akkor kapunk ilyen anyagi ruhákat, úgy mint egy búvár, amikor lemerül a víz alá, akkor felvesz egy búvár ruhát, hogy ott tudjon létezni. De aztán sokat kavarog a lélek az anyagi világon belül, ugye? Ilyen fajban van, olyan fajban van, egy rovar szemén keresztül nézi a világot, egy hal szemén keresztül nézi a világot, egy madár szemén keresztül nézi a világot, egy ember szemén nézi a világot, de akárminek a szemén keresztül nézzük, mindig látni fogunk négy dolgot a világban, amit nem lehet kiküszöbölni belőle. Jelen van benne a születés, a betegség, az öregség és a halál. Ez minden fajban ott van. Nem lehet, nagyon jó végszó. Nem lehet elkerülni, még nem végszó. Igen, végszó. Kicsit pesszimista végszó. Mert amire a lélek ebből ráébredhet, hogy hát akár hány szemüvegen keresztül nézem ezt a világot, azért ez nem egy tökéletes hely. Nem az igazi boldogságnak a helye. És a védikus irodalom így arra bátorít, hogy keressük meg az igazi boldogságnak a forrását. Szóval az anyag nem az igazi boldogság forrása, mert a lelket nem teszi semmi igazán boldoggá, ami anyagi. Ugyanúgy, mintha egy halat kivesznek a vízből, lehet, hogy simogatjuk a parton, vagy bekapcsoljuk neki a tévét, és váltogatjuk a csatornákat, vagy viszkis poharat teszünk mellé, de ugye csak egyre halványabb kopoltyúval kétségbe esetlen fog tátogni. A hal csak akkor boldog, mikor visszadobják a vízbe. Ugyanúgy a lélek akkor elégedett, amikor
visszakerül az eredeti lelki közegébe. Mondhatjuk úgy, hogy visszakerül Isten közelébe. És akkor megnyugszik, akkor beteljesítette a küldetését. Szóval a védák azt mondják, hogy miután sok-sok életen keresztül bolyongott az ember az anyagi világon belül, mint egy erdőben eltévedt vándor, lássa meg a fényt, lássa meg a kiutat, és térjen vissza a lelkeknek az örök birodalmába, és ne térjen vissza többet az anyag bűvkörébe.